Csengő szóval érkezett a télapó a Zentai Közkórház gyermekosztályának kis betegeihez, akik közös énekkel fogadták őt. A piros ruhás ajándékcsomagokat is osztott a gyermekeknek. A Vidám Kórház és a Lokátor Egyesület aktivistái minden évben ilyen módon próbálják szebbé tenni a kórházban töltött ünnepeket a gyermekek számára. Látjuk az arcokon a meglepődést, illetve úgy érezzük, hogy ennek erre szükség van, tehát kimondatlanul is azért tudjuk azt, hogy ez otthon melegít. Természetesen nem adhatjuk vissza, viszont egy picit próbáljuk ezt az ünnepi hangulatot megteremteni, illetve behozni a kórház falai közé. És úgy látjuk, hogy erre vevők a gyerekek is, illetve a szülők is meg vannak hatódva. Mondjad, milyen neved? Az aktivisták rendszeresen kijárnak a kórház gyermekosztályára, hogy foglalkozásokat tartsanak a kis betegeknek. Körülbelül 7 éve járnak ki a Lokátor önkéntesei a Zentai Kórházba, a gyerekosztályra. Kezdetben heti rendszerességgel az önkéntesek kézös foglalkozásokat jöttek kitartani, majd minden évnek a karácsonyi hete volt az, amikor minden nap kijöttünk, és kézös foglalkozások, fadíszítés, folyosódíszítés végeztek az önkéntesek, majd az utolsó nap ajándékosztás és énekkel zártuk karácsony idejét. A Vidám Kórház önkéntesei nem csak karácsonykor, hanem az év többi részében is rendszeresen tartanak foglalkozásokat a kórházban fekvő gyerekeknek, szebbé teszik számukra az ott töltött időt, és egyben erőt adnak a betegség leküzdéséhez.